Ugye elkezdtem kutatni mélyebben a téma iránt, ráleltem az IAB-nak egy nemzetközi kezdeményezésére. Ennek címe Make Measurement Sense, 3MS. És annyira aktuális ez a téma, hogy ez a kezdeményezés pont most indult a nemzetközi IAB szervezetében, és pont arról szól, hogy az online és most első lépésben a tévés méréseket hogyan lehet összefűzni, és hogyan lehet egységessé tenni. Úgyhogy annyira friss a roadmap részükről is, hogy most alakítják ki azokat a standardokat, amiket várhatóan használni fogunk mi is. Elsősorban a televízió és az online együttmérésére. Online mi hozzászoktunk már ahhoz, hogy egész pontosan meg tudjuk mondani, hogy egy-egy értékesítés milyen százalékból jön bizonyos média szereplőktől, illetve más média szereplőktől, hogy milyen erősségű egy-egy megjelenési forma, a display, a kereső és egyéb online hirdetési formák. Mi ezt nagyon szépen tudjuk mérni. És azt is láttuk, hogy mi az online megjelenéseknek a korláta értékesítésben és egyébként branding szempontból is. Nagyon jó lenne látni egyébként minden szereplő számára, hogy ebbe az online multichannel funnelbe hogyan tudjuk becsatornázni a televíziót, a printet, a rádiót és az outdoort. Ugye nagyon-nagyon nehéz dologról van szó, hisz nagyon különböző platformok játszanak közre, és nagyon különböző mérőszámok is játszanak közre. Ugye első lépésben a mérőszámokat kell egységesíteni valahogy, és utána jöhet, hogy a többi szereplő is csatlakozzon egy ilyen online-ban megszokott több csatornás mérésbe. Egy jó időnek el kell telnie, míg metodikában és technológiában ezt tökéletesen tudjuk vinni. Viszont kísérletezni mindenképpen kell. Mi is a UPC-nél mérjük azt, hogy a tévés kampányoknak milyen hatásuk van az online értékesítésre. Ezt egyelőre igazából ilyen sufni-tuning módszerekkel tudjuk megtenni. Pontos műszeres mérés nincs rá, hanem összefuttatunk igazából számokat, és úgy megnézzük, hogy a konverzióra milyen hatással volt egy-egy TV-kampány, vagy esetleg outdoor és más BTL jellegű kampány is. Úgyhogy egyelőre mi ezt csináljuk. Az irány fontos, hogy a fejekben meglegyen az a lehetőség, hogy a különböző cseneleknek az eredményességét tudjuk mérni. Mikor lesz?